A Panna Csajok stb. Mai adásának két vendége is van, Kertész Mirjam és Nagy Magdolna. Nagyon örülök mindkettőtöknek. Ti nem ismeritek egymást, de majd ez most megváltozik. És amiért itt vagytok és egymás mellett ültök, az az, hogy két olyan területről érkeztek vezetőként, ahol általában férfiakkal szoktunk találkozni. És egy kicsit ennek az útvesztőjéről szeretnélek kérdezni benneteket. Mirjam, ma kezdem. A Coninvest hát tulajdonképpen a gasztronómia világát fedi le, és hát ha a gasztronómiára gondolunk, akkor például eszünkbe jut néhány olyan film, amiben ugye a konyhán üvöltöznek egymással a férfiak, de azért kevés nő van, vagy ha van, akkor ők is általában csendben vannak. Te pedig az intelligens otthonokkal, vagy épületekkel foglalkozol, elsősorban inkább épületekkel, majd, hogy mi az okos meg az intelligens között, ezt majd kivesézzük, de hogy tulajdonképpen ebben vastagon benne van a villanyszerelés, ami hát szintén nem egy igazán nőies szakma, hogyha úgy vesszük. De nem innen indult egyikőtök sem. Úgyhogy először arra szeretnék rávilágítani, hogy miből lett a cserebogár, hogy Mirjam, te hogy keveredtél, amiből aztán a Coninvest megszületett. Köszönöm szépen a meghívást. Hát a véletlenek halmaza, az események csak úgy paragtak, és egymás után követték egymást. Főiskolás koromban 4 nyelvet beszélek, külföldön születtem, nevelkedtem, tolmácsoltam többek között, hogy kerekítsem az ösztöndíjat, nagyon jól el voltam ebben, és különböző üzleti körökbe beleestem, cseppentem, és mivel olaszul beszélek, és a nevelő apukám is olasz ipari hűtőkamra rendszereket telepítő cégnek vállaltam el egy megbízást. A tolmácsolásból lett egy saját bejegyzett KFT, hogy számlázni tudjuk a szolgáltatásokat, és ennek a hűtőkamra cégnek szerveztem meg egy bemutatkozást Magyarországon, nem volt internet, hát itt lehet a koromra következtetni. Egy szép piackutatás akkoriban abból állt, hogy elmentünk a kereskedelmi és iparkamarához, lekértük a szektorban tevékenykedő cégek listáját, azokat faxon, telefonon megkerestük, meghívtuk egy kiállításra, és jöttek az első partnerek, és tényleg beleestem az eseményekbe, jöttek az első megrendelések, és az olaszok teljesen természetesen vették, hogy ja, hát majd Mirjam telepíti a hűtőkamra rendszereket. Hűtőkamra rendszer mellé kell konyha is, konyha mellé kell bár is, bár mellé kell már belső építészet, így. Röviden, szóval ez egy gyors talpaló volt, ha jól érzékelem. De nagyon gyorsan. Tudnod kellett, hogy mit csinálj. Igen. De hát gondolom, akkor még olyan értelemben könnyebb volt, hogy ez egy ilyen kísérletezőbb időszak volt, nem mindenki életében, tehát hogy még annyira úgy nem voltak bebetonozódva a dolgok. 92-ben jegyeztem be a cégemet, nagyon fiatal voltam akkoriban, 22 éves, 21 éves. De hát a rendszerváltás után pár évvel vagyunk. 3 évvel, igen. Ami után már, igen, meg lehetett céget jegyezni, külkereskedni, nagyon sok első megrendelőm azért jött, nem csak a nyelvhiány, meg ismerethiány, meg kapcsolathiány miatt, mert fogalmuk se volt, hogy ők most már egy Impex cég nélkül rendelhetnek külföldről árut, utalhatnak külföldre, lebonyolíthatják az ügyletet, vámolni kellett, tehát izgalmas időszak volt az, de ha én így visszagondolok, én akkoriban handicapnek éreztem, nem csak az, hogy nő vagyok, arról majd külön kitérünk, meg beszélünk, de hogy fiatal vagyok, hogy nincs kapcsolati tőkém, hogy a szüleim nem itthon éltek, tevékenykedtek, nincs szülői kapcsolati tőke, és többször megfogalmazódott akkoriban bennem, bár csak 5 évvel idősebb lettem volna, és előbb indulok, mert hogy micsoda óriási üzleti lehetőségek, micsoda hiány volt, hát nem lehetett kapni semmit. Emlékszem, hogy akkoriban volt egy versenytársam, egy idősebb úriember, aki időközben már elhunyt, tehát megtörtént egy generációváltás azóta, aki raklapszám adta
a professzionális olasz kávégépeket, nem úgy, hogy egy darab, és akkor mi a színe, és hány fejes, és tud-e gőzölni, és tud-e kapucsinot, nem tud, hanem olyan megrendeléseket kapott, hogy akkor 50 raklapnyi kávégépet hozzon. És akkoriban így megfogalmazódott bennem, hogy jaj, későn indultam, hát szerencsére nem, azért bebizonyosodott, hogy nem későn. Nagyon hálás vagyok ennek az egész helyzetnek, történelmi pillanatnak, földrajzi helyszínnek, hogy én pont akkor, pont jó időben belecsöppentem, beleestem egy ilyen tevékenységbe. És nálad honnan indult, és hogy született meg aztán a Hello Future? Köszönöm szépen én is a meghívást. Hát nálam egy picit érdekesebb volt azon a részen, hogy én nem, nekem a szüleim nem vállalkozók, pedagógus családból származom, én nem is láttam, hogy hogyan kell vállalkozni. Előtte is egy multinacionális cégnél dolgoztam, ahol 0-24-be kellett, és akkor felvetették a családom, hogy mi lenne, ha olyan dolgot csinálnék, amiben magamnak termelem a pénzt, és akkor kezdtem el, hogy a vállalkozással szemezgetek, mi lenne az a tevékenység, hogyan kellene csinálni, és nekem egy rossz tulajdonságom adta, hogy nem kapcsolom le magam után a villanykapcsolót, ezen állandó vitám volt a szüleimmel, a párkapcsolatommal, és úgy elkezdtek nézni ilyen wifi-s kapcsolót. Elmentünk egy vállalkozóhoz, és akkor ő ebbe bevezetett minket még ilyen 2016-17 körül ebbe a világba, hogy milyen eszközök vannak, hogyan működik, és én miskolci vállalkozó vagyok, és itt ezen a piacon még nem nagyon volt ilyen vállalkozó, vagy ilyen bemutató teremüzlet, és akkor 17-ben döntöttem, hogy akkor én ezt szeretném csinálni, mert hogy van bennem elég potenciál. Igaz, hogy közgazdász végzettségem van, és először úgy gondoltam, hogy termékértékesítéssel fogom ezt kezdeni. Nagyon sok bemutatót csináltam, bemutatóterem volt az irodámban is, és próbáltam ezt a piacot igazából megteremteni magamnak, ahhoz, hogy ugye a későbbiekben tudjak itt majd tevékenykedni. De aztán hamar rá kellett jönnöm, hogy ez igazából egy fél év után, hogy a termékértékesítésből nem igazán tudok megélni, és ennél nagyobb ez a piac, úgyhogy a kivitelezéssel elkezdtem foglalkozni. Először alvállalkozókkal, és nem volt nálunk a tervezés, aztán ez forta magát, igazából lett saját létszámom, itt jöttek a villanyszerelők, ugye folyamatos férfi világban mozog ilyenkor az ember. Éppként tudsz egy jó villanyszerelőt? Igen. Ez klasszik. Jó a kérdés. Igen. Ezzel sokszor találkozunk, ugye. És igazából innen indult ez az egész történet. Én nagyon szeretem ezt a high-tech világot, ahogy rácsodálkoznak az emberek. Az elején ugye nagyon félnek tőle, mert még újdonság erejével hat, pláne akkor, hogyha egy régi típusú lakásból szeretne, vagy házból átköltözni, és akkor még kicsit félválnak ehhez a dologhoz, mert új, nem tudják kezelni, mondjuk nem láttak még ilyet. De aztán elindulunk ezen az úton, és hamar megvilágosodnak, hogy ez egy teljesen jó és egy új hullámos dolog. De pontosan hogy néz ez ki? Tehát, hogy értem, hogy ha belépsz valahova, akkor felkapcsolódik, és ha kilépsz, akkor leoltódik, vagy mi történik? Oké, és hát igazából ugye, ami a villamos hálózat része, azt igazából mi vezérelni tudjuk, és ez az intelligens épületeknek a fogalma is igazából, hogy... Hogy teljesen önjáró. Igen, hát, nem kell emberi beavatkozás. Emberi beavatkozás, az igazából nekünk kényelem, hogy felül tudjuk írni azokat a programokat, a fűtési, hűtési programokat, vagy világítási programokat, de nem szükséges. Csak mégis kell az a komfortérzet, hogy én le tudok avatkozni. Uh-huh. Tehát ugye a fűtést, világítást, árnyékolás technológiát vezérlünk, és ugye nem különálló rendszerként, hanem egybe fogjuk. Figyeljük azt, hogy mennyi fény jut be például az adott épületbe, annak megfelelően vezéreljük a fűtést vagy a hűtést. A világítást úgy használjuk, hogyha ugye nem elég lux esik, vagy nem elég lux jön az adott épületbe az ablakon keresztül, igen. Tehát, hogy ezzel egy ilyen automatizmust hozunk létre. Vannak kényelmi funkciók, a kültérnél ugye a világítás öntöző rendszer, amit hozzá tudunk rakni, biztonságtechnikai eszközök, riasztókat, üzemelünk beléptető rendszereket, ki hogyan tud be, akár igazából az időnyilvántartást tudjuk kezelni, hogy hogyan használják az adott épület részeket, erről tudunk riportokat küldeni, tehát egy nagyon összetett rendszerről beszélünk.
És ettől intelligens, mert az okos, az pedig különálló, meg igen, tehát emberi tudunk venni okos eszközöket, kütyüket, és ezért majd biztos meg fognak kövezni. Ezeket lehet rendelni ugye az internetről, egy-egy funkcióra nagyon jól működik, és nem is minden négyzetméterre kell amúgy intelligens épületet kialakítanunk, vagy lakást. Nagyon jól működik ott, ahol nem messze vannak a kapcsolók, nagyon kis négyzetméteren kell mozogni, hát inkább használjuk ezeket a termékeket. És ezek különálló rendszereket alkotnak. Hát mind a ketten azért rendszerben gondolkodtok, amikor mondjuk téged, Miriam, felkérnek arra, hogy mondjuk próbálok egy nagyobb egységet mondani, mondjuk egy nagy szállodát, ugye fel kell szerelnetek konyhatechnológiai szempontból, akkor azért az egy óriási feladat, az ember azt gondolná, hogy nem is tudom, hol kezdődik, amikor még meg se építették a szállodát, vagy úgy kb. Hol lenne a legideálisabb? Különböző pontokon tudunk bekapcsolódni. Uh-huh. Pont a minap raktam össze a budapesti egyik felújítás alá esett nagy szállodája miatt egy ilyen listát, hogy mely nagy szállodákban csak terveztünk, vagy van ez a divatos kifejezés, hogy design and build, terveztünk és kiviteleztünk, vagy csak kiviteleztünk. Mm. Ez attól függ, amikor a beruházó, a megrendelő megbíz egy tervezőcéget, és saját maga leterveztetí, vagy amikor már olyan céget keres, aki a fitautót, a berendezést, és tudja szállítani, akkor nincs konfliktus ugye a tervező elképzelése meg a megvalósíthatóság között, ugyanakkor korlátozza a megrendelőt vagy beruházót, hogy akkor még váltson beszállítót, egy nagy maximális bizalmi viszonyt kell velük kialakítani. Szóval nem lehet a másikra mutogatni, ugye ez igen. Fontos. Vagy van, amikor megterveztetik és tendereztetik a piacon kőkeményen, uh-huh. hogy na, ki tudja a legjobb portékát a legjobb áron hozni. Ez attól függ, hogy hol kapcsolódunk be a beruházásba. Szóval nagyon komplex dolgok, és nagyon sok emberrel kell közben interakcióba kerülni, ami szerintem egy nőnek azért jobban megy sokszor, mint a férfiaknak. Tehát ami a kommunikáció részét illeti, abban alapvetően erősek vagyunk. De mindketten ugye olyan, amit felvázoltatok, abból az jön le, hogy azért egy nőnek helytállni ebben biztos, hogy vannak buktatói ennek a dolognak, hogy már csak az, ha az ember bemegy egy konyhába, és ott hogy érzi magát, vagy elmegy a villanyszerelők és az egyéb fűtésszerelőhöz, vagy szóval értitek, tudjátok, hogy miről beszélek. Hogy itt mi volt az az út, amin végig kellett mennetek, hogy azt a tiszteletet ki tudjátok vívni, ami szükséges? Erről beszélgettünk egy kicsit itt az előtérben, hogy talán én pár évvel korábban kezdtem, hogy én a saját pályafutásom alatt egy óriási váltást, egy óriási változást észleltem. Tehát én ezt konkrétan megéltem, megmosolygom a kis tinédzser kislányomat, amikor igazságtalanságok ellen küzd, mert a bátya odaszólja, asszony, menj a konyhába visszahögve. És visszaemlékszem az én korai küzdelmeimre, de én megéltem ezt a változást. Tehát 25 évvel, 30 évvel ezelőtt tényleg szemöldök felhúzós reakciókat váltott ki, amikor mondjuk kinyitottam egy építkezési konténer ajtaját, és egyedüli nőként beléptem. Most azért már egyre többször és egyre több kivitelezésen, építkezésen találkozom kollega nőkkel, vagy tervezői szinten, vagy műszaki ellenőr szinten, vagy akár a kivitelező cégnél projektmenedzser szinten, tehát a nők is beléptek ebbe a kemény férfias kivitelező szakmába. Mondtad a késdobálós séfeket, akiket én nagyon szeretek és nagyon imádok, csak sajnos ritkán találkozom konkrétan velük, mert inkább... Az már a vége a dolognak. Az már a vége, igen. Uh-huh. Amikor velük egyeztethetem le, hogy akkor a fiók jobb vagy bal kézre essen, ő melyik technológiát szereti a visszamelegítésre, vagy a hőntárolásra, az már a vége. Mi azért inkább
projektfejlesztés, ingatlan hasznosítás, beruházás, fejlesztés, kivitelezés, beruházói oldalon közelítjük meg a nagy projekteket. Bár nálad vicces azt mondani, hogy azt, hogy menj a konyhába, mert hogy ott vagy egyébként, tehát konyha technológiailag is ott vagy. Igen. Uh-huh. Jó, és nálad hogy volt ez? Hát én egy az picit másként élem meg. Én ezt a váltást ezt abban látom, hogyha valaki például egy modern szemlélettel vezeti a vállalkozást, és úgy cégvezető, ott nagyon jól tudunk együttműködni, mert nem feltétlenül számít, hogy nő vagy férfi, akivel éppen tárgyal. Viszont, hogyha egy régi gondolkodásmódú ügyvezetővel, vagy esetlegesen megrendelővel kell beszélni, ott volt olyan konkrétan, hogy levegőnek nézett, tehát, hogy nem volt hajlandó velem tárgyalni, és ilyen teljesen lekezelő. Úgyhogy én már ezt megtanultam, hogy mindig viszek magammal, vagy a tervezőmet, tehát legyen mellettem egy férfi, hogyha ilyen szituációban vagyok, akkor tudjam érvényesíteni, mert tudom, hogy hosszabb távon ugye a projekt mentén kialakulhat az a bizalom, csak elsőre nehéz nekik ezt befogadni, hogy építőjével nem is értesz hozzám, miért te fogod ezt megkapni, aha, ezt a projektet. És kis hölgy, honnan is tudhatná? Igen, ugye? Nagyon fiatal, nem volt még annyit ezen a piacon. Úgyhogy ezt szerintem így tudjuk áthidalni, hogy hoztunk rá egy probléma megoldást, akkor viszem magammal a tervezőmet, vagy éppen a vezetőmet, és akkor átbeszéljük együtt, és akkor vele megbeszéli, az ajánlatot úgyis én fogom kiadni, és akkor majd kialakítjuk utána. De azért izgi, hogy mennyi ilyen sztereotípia van, nem? A társadalomban, meg egyáltalán különböző munkakörökkel. Eszembe jutott egy anekdóta, egy sztori erről, igen, külföldön nagy szakmai kiállítás, megyünk látogatni standokat, jönnek a férfi kollégáim velem, én jobban tudok olaszul vagy angolul, épp tolmácsolok, és az egyik nagy, aki ma már egyik legnagyobb partnercégünk, beszélgetünk a kereskedelmi igazgatóval, álljuk hárman körbe, és csak a férfi kollégám szemébe néz. És mondja magyarul, igazgatja a szemüvegét, hogy Miriam, könyörgöm, adjál már neki egy névjegykártyát, én érzem magam rosszul. Hagyjad, mondom, én ezt annyira élvezem, és akkor csattanónak a végén a névjegykártya, hogy ki a ki, meg ki a micsoda, igen. De hogy annyira beléjük van vésve, hogy ebben a szakmában csak férfi lehet a főnök, igen. De változott. Mondom, hogy pozitívan változott az elmúlt 25 évben. Szerintem ez nehéz amúgy a csapatnak is. Tehát, hogy az én villanyszerelő csapatomnak őket mindig férfiak irányították. Tehát az első pillanatban, amikor hozzám kerültek, ugye nekem ők az alvállalkozóim voltak, tehát már ismertek. Ráadásul egy faluból származunk, tehát, hogy megvolt az ismeretség, de nagyon furcsa volt, hogy majd én adom a fizetést, én mondom meg, hiszen ők a szakmájukban nagyon jók, és hogy miért én fogom megmondani nekik, hogy mit kell csinálni. Ez az évek során azért kiforta magát, és szerintem nagyon jól működik, de azért a másik oldalnak is nehéz abban az esetben megszokni, hogyha egy teljesen más életútja van, és ott férfi volt a főnöke. Azt gondolnám, hogy ahhoz, hogy ezt sikeresen abszolváljátok, egy kicsit az is kell, hogy ne legyen olyan, amire azt mondjátok, hogy nem tudom. Tehát, hogy nagyon felkészültnek kell lennetek, talán még adott esetben felkészültebbnek, mint a férfi, hiszen nem kerülhettek olyan helyzetbe, hogy az derüljön ki, hogy lám-lám nő, mégse tudja. Igen. Ez igaz. Minőségi munkát kellett tenni az asztalra, aztán a referenciák meg a továbbajánlások magukért beszélnek. Igen, talán hálásak is lehetünk ennek a helyzetnek. Mi amúgy is szerintem nagyon nagy munkabírásúak a nők, nagyon szorgalmasak, de ennek ellenére én szeretem magamat körülvenni férfi munkatársaimmal, roppant okosnak, meg nagyon jó probléma megoldónak találom a férfiakat. Különbözőek vagyunk, de talán pont ez a lenézem meg, nem nézem ki belőle, hagyja ki belőled azt a pluszt, amiért már csak bebizonyítom, hogy igenis, én vagyok a legjobb, és igenis tudom, és igenis meg tudom oldani, és meg tudom csinálni. Én arra jöttem rá igazából, hogy nem szabad ugyanazzal a... Tehát, hogy amit kapunk, és erősködve tárgyalni, azt nem feltétlenül kell átvenni. Az elején próbáltam azt, hogy akkor hasonlóan tárgyalok, de egyszerűen nőnek nem áll jól. Nem feltétlenül kell ezt, nem kell belemenni ebbe a játékba, hanem a saját magunk erősségét kell kihozni ebből. És utána úgy is az jön, mert nagyon sok olyan partnerem van, ahol igazából férfi az ügyvezető, és úgy dolgozunk nagyon jól, hiszen a két tulajdonságot össze tudjuk rakni, hogy mi miben vagyunk erősek, és ők
és úgy tudunk nagyon hatékonyan dolgozni. Uh-huh. Ezt én is megéltem. Erre nem tértünk ki, de fiatalon próbáltam férfiasan viselkedni, férfiasan öltözködni, férfias attitűdöket felvenni, teljesen felesleges. Legyél nő, legyél önmagad, és van bennünk az a finomság, az a lágyság, az az intuíció. Most már a férfi munkatársaim is elfogadják, hogy nem egy Excel tábla alapján hozom meg a döntést, hanem csak ráérzek, és mégis jó lett. És van olyan sztoritok, amiből pont ez derül ki, hogy, hogy gyakorlatilag jobbat, vagy többet tudtok elérni azzal, hogy más eszköztárral álltok neki a probléma kezeléséhez, mint egy férfi? Szerintem a projektmenedzsment részében abszolút hatékonyan dolgozunk. Egyrészt, mert sokkal jobban megértjük mind a megrendelő szavát, nagyon jól tudjuk szerintem egy tárgyalásnál kihozni azt, és elsimítani azokat a hullámokat, hogy ahol éppen összemennek, mert határidőcsúszás van, esetlegesen pótmunka van. Tehát, hogy amikor nem mennek át az információk, mi ebben nagyon jók vagyunk, szerintem a nők. És úgy tudjuk elsimítani, hogy ott win-win szituáció. Itt az empátiáról gondolsz. Igen. Uh-huh. Igen, és ezt én nem tapasztaltam még úgy, hogy a férfiak oldották volna meg ezt a részét, mert ott erősködés van. Ott dac van, ott mindenki a saját maga részét képviseli, és nem enged. Uh-huh. És én úgy gondolom, hogy a projektnek ugye a végén, amikor bármilyen építkezésen vagyunk, az a cél, hogy ugye a megrendelő elégedett legyen, és ha ő elégedett, akkor ugye mi is valószínűleg azok leszünk, és ezt csak így lehet, hogy kompromisszumokat kötünk. Ezt alá tudom támasztani, igen. Nekünk akkor van jó érzésünk egy ügyletből, ha mindenkinek jó. Ez a win-win szituáció, igen, együttműködés, nem konkurencia. Tehát van, amikor konkurálni kell, meg harcolni kell, de a férfiakban egyszerűen genetikailag nekik le kellett ütni azt a mamutot, és együtthette le mindenki egyszerre. Tehát. Mi meggyűjtögettünk. Igen. Ismertük a mamutot. És azt érzitek, hogy van ez a, angolul van ez a kifejezés, nagyon jó, ez a gut feeling, hogy a gyomrodban érzed, hogy így az ösztönök, meg egyáltalán az érzelmek, hogy mi a helyes, vagy hogy mit jó csinálni ebben az esetben, vagy hogy haladni, vagy hogy az jó, vagy rossz. Az intuíció kell? Uh-huh. Igen. Én nagyon sok döntésemet a pályafutásom során intuitív hoztam meg. Uh-huh. Ezt lehet, hogy az elején én lepleztem meg próbáltam megmagyarázni, de mai napig, ami még nagyon fontos az intuíció mellett, a céljaidat, vágyaidat megfogalmazni magadnak, kimondani, mert a kimondott szónak is ereje van. Ereje van, igen. Kimondani, megfogalmazni, a többiekkel közölni, felírni, hinni benne, és akkor megy a dolog. Nekem ez érdekes, mert igazából érzésből kezdtem el a vállalkozást, és én most kezdek az, hogy tudatosan, mert azért az 7 év alatt, hogy mindent érzésből hoz meg az ember, az nem biztos, hogy a legjobb, úgyhogy én egy 1,5 éve foglalkozok azzal, hogy tudatosan is próbáljak. De nagyon sok szituációban már előre megérzem a rosszat, tehát hogy már érzem, hogy annál a projektnél mik lesznek azok a pontok, ahol elmennek, és úgy készüljünk rá, vagy esetlegesen ahol például létszámnál csökkenés lesz, már érzem azon az ember. Vagy például, amikor interjúztatok, akkor érzem, hogy kinél van meg az, hogy nagyon jól tudunk majd együttműködni, vagy kinél van az, hogy igazából a személyiségéből nem fogunk tudni. Nem biztos, hogy a tudása, csak egyszerűen nem fogja elfogadni a csoportot, vagy akár engem. Hát sok évről, meg sok tapasztalásról beszélünk, de mi az, amit igazából magatokról tanultatok, vagy felfedeztetek az út során? Ezt is mondtam odaként, igen, hogy tulajdonképpen minden kudarcért is hálás vagyok, mert a kudarc tanít. Az inkább tanít, nem? Igen, a pofonokért is. Meg kell köszönt, hogy köszönöm szépen, hogy ezt a pofont kaptam, mert felállsz belőle, önvizsgálod magadat, és még jobb leszel, és még erősebb leszel. Igen, tehát azok az észrevételek, hogy úgysem fog sikerülni, meg nem viszed semmire, meg nem megy ez egyedül. De ez egy belső monológ, vagy kívülről? Nem belülről, nem. Ezt kapjuk így a környezettől. Igen.
az utána segít, hogy bebizonyítsd, hogy igen, meg lehet ezt csinálni. Mi nők nagyon sokszor kis hitűek vagyunk. Igen. Ezért kérdeztem, hogy van-e belső monológ, mert hogy ez a kis hitűség, de hogyha kívülről is jön a lehúzás, az a nehéz, persze. Ha segíti igen. kialakítani majd a monológot, mikor már nincsen, ugye, akkor is mondom magam. Igen. És te mit tanultál magadról? Hát óriási akaraterőm van. Tehát, hogy szerintem annyiszor peregtem, én szerintem érzékenyebb vagyok, mert nagyon nehezen viselem el a kudarcot vagy a bukást, és azért ez nem az az életút, ahogy valószínűleg tökéletesen fogok végighaladni, és egyből nyílegyenesen siker lesz, és azt elfogadni, hogy tiszteljem a folyamatot, ez a folyamat része, az, hogy mindegyik bukásból tanulnom kell valamit, és ennélkül nem tudom megcsinálni, és ezt próbáljam úgy egy kicsit lendületesebben átmenni rajta, és nem belehalni, és utána újra összerakni magam. Talán ez volt az, amit már most egy picivel rutinosabban csinálom, de még mindig tudok olyan szituációba kerülni, ahol egy-két napra vissza kell húzódnom, és rendbe raknom magam, valamint az, hogy mekkora felelősség van rajtam az emberek miatt, a cég miatt, a projekteim miatt, tehát hogy nekem nem szabad csak úgy szétesnem, vagy csak úgy rosszul lennem, hanem felelősség van. De ez értelemszerűen a férfi vezetőknél is megvan, csak lehet, hogy másképp éljük meg a kudarcainkat. Sokszor elmondom, hogy ennek a podcastnak az alapgondolata az aláthatatlanságon nyugszik, hogy sok nő 40 és 50 körül elkezdi azt érezni, hogy egy kicsit láthatatlanabbá vált, vagy hogy megváltozik az, ahogy a világ őt szemléli. Bármilyen ezzel kapcsolatos gondolatotok van, tehát, hogy női vezetőként ez olyan valami, amit érzékeltek bármilyen formában? Ez szerintem összefügg azért a testiességgel meg a külsőnkkel is ebben a korban, hogy még 30 évesen egy csinos, rövid szoknyás kosztümben, magas sarkuban jobban megfordulnak utánad, úgy azért 40 fölött, meg főleg 50 körül már azért csökken, meg kell tartani a kellő eleganciát, és amellett még nőnek lenni. De hogy igazán láthatod, én nekem annyi jó dolog történt itt az elmúlt pár évben, és most érzem úgy magamat, nem mondom, hogy a csúcson, vagy a sikerem, vagy a karrierem ranglétra tetején, de annyi álmam, vágyam megvalósult, hogy ez nekem úgy ellensúlyozza, és én nem érzem ettől láthatatlannak magamat. Uh-huh. Tehát még vannak rengeteg ötleteim, meg elképzeléseim, amiket tervezek megvalósítani. Én ezt a láthatatlanságot ebben a kérdésben talán ebbe fordítanám vissza, nem fordul meg annyi férfi utánad az utcán, mint 25 évesen. Ez egy vele járó dolog, de a megvalósított terveim, projektjeim kompenzálják, hogy én jól érzem magamat a bőrömben. Nálad? Én egy ilyen, igen aktív életet élek, úgyhogy nem igazán érzem ezt a láthatatlanságot. Az igaz, hogy biztos voltak időszakok, akkor viszont nagyon sokat fordítottam az önfejlesztésre. Azt, hogy igazából én legyek rendben, és akkor nem veszem észre ezeket a dolgokat. Mert ugye el vagyok foglalva mással, vagy éppen azzal, amit csinálok, vagy éppen azzal, amivel jól érzem magam, a hobbimmal. Van erre pár tipped az önfejlesztésre? Nyilván nem akarok semmilyen olyan területre elvezni, amiről nem akarsz beszélni, de hogy biztos van olyan, amit mások is szívesen meghallgatnának. Én igazából évente mindig vagy valamilyen olyan terápián, coachingon vagyok, és ezt változtatom, hol az üzleti, hol a magánéletben. De szerintem folyamatosan kell valaki, akivel tudsz beszélni az éppen aktuális problémáidról, mert ez gyorsan átvisz minket azon. Valamint rengeteg könyvet olvasok. Tehát ilyen havonta egy-két könyvet, amit folyamatosan váltakozva, amik inkább üzleti, meg inkább ugye önfejlesztő könyvek, azon kívül rengeteg podcastot hallgatok, felfele jövök például Miskolcra, Budapestet, lehet, hogy földrajzilag ez nem így működik, de hogy akkor is végig a podcastom, mert mindig megkapom, hogy sose tudom, hogy földrajzilag merre vagyok. Tehát, hogy akkor is állandóan próbálom magam motiválni, és szerintem ezek az apró dolgok segítenek. Hát ugye milyen izgalmas dolog az, hogy ennyire változik akár a konyha technológia, akár
az intelligens épületek világa, de hogy olyan gyorsan változik, hogy ezzel nektek is lépést kell tartani. Magdolna egy kicsit erre kitért, de hogy te mondtad az előbb, hogy tele vagy tervekkel, elképzelésekkel, mindenki mondja, hogy amíg vannak terveid, addig élsz, és addig mész tovább, tehát folyamatos mozgásban kell lenni, de az is igaz, hogy folyamatos képzésben is kell lenni ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a világgal. Igen, hogy a legújabb technológiákat elsajátítsuk, megismerjük. Talán említettük már itt a beszélgetés során, hogy az én vállalkozásom már eljutott abba a stádiumba, hogy az évek során összegyűjtött tapasztalatokból, látottakból megfogalmazódott egy olyan államszékház vagy hely, ahol ezt a tevékenységet a legjobban tudjuk űzni. Egy autópályáról látható szép nagy épületet építettünk, amiben nem csak egy bemutatóterem, hanem egy olyan működő tankkonyha vagy rendezvény helyszín is helyet kapott, ahova én nem csak kimondottan termékbemutatókat, hanem olyan workshopokat, olyan programokat szeretnék szervezni. Az input több helyről jön, mi ezt már csináltuk a korábbi helyszínen, de csak főiskolásoknak, egyetemistáknak, és mi most lejjebb szeretnénk nyúlni, tehát utánpótlás nevelésbe szeretnénk belefogni, kedvet csinálni, megmutatni, hogy milyen is lehetne ez a szakma. Tehát azon a helyszínen tudunk tartani barista bemutatót, borász bemutatót, pincér felszolgáló bemutatót, egy chili-vidili szupermodern ipari konyha kapott helyet, ahova nem csak belföldi, de akár külföldi híres séfeket elhívhatunk, rendezvényezhetünk, kivetíthetjük, kihangosíthatjuk, megmutathatjuk. Tehát a rengeteg terv az amellett, hogy még milyen projekteket szeretnénk elnyerni, meg megcsinálni, meg megvalósítani álomkonyhákat, az is, hogy ebből az összegyűjtött tudásbázisból tovább adjunk, és az új generációknak, a fiataloknak kedvet nyújtsunk, és példát meg utat mutassunk, hogy is lehetne ezt csúcsminőségben űzni. Bár nehezen tudom elképzelni, hogy ha már ilyen intelligensek ezek az épületek, hogy ezt hogy lehet túlszárnyalni, de gondolom itt is elképesztő gyorsasággal változnak a dolgok, vagy a technológia. Igen. Ezt te jobban tudod, mint én, nyilván. Igen, az egész piacon igazából óriási a fejlődés. Ha megnézzük, hogy 2017-ben rengeteg gyártó volt, mindenki megpróbálta a saját termékét bevinni. Most így 7 évvel már az látszik, hogy inkább egységben gondolkodnak, próbálnak olyan szabványokat kialakítani, ahol bármit meg tud venni az ügyfél, és az illeszthető legyen a rendszerbe, és maximálisan kiszolgálja, és nem csak közvetlen a villamos hálózat részhez kapcsolódó dolgokat vagy funkciókat, hanem például a hűtőgépek, mosógépek és már a háztartási eszközök, konyha technológia is kapcsolódjon majd az intelligens épülethez. Ez majd ugye a későbbiekben, mert itt még azért a gyártóknak meg kell vívni az adott harcot, de óriási a fejlődés. Azon kívül ugye itt tombol ugye a mesterséges intelligencia, tehát ez egy óriási pluszt ad majd ennek a világnak abban, hogy hogyan tudunk hatékonyan és gyorsabban csinálni projekteket. Bár gondolom még jóval több az olyan épület, amelyik nem intelligens, mint amelyik intelligens, úgyhogy feladat az van bőven. Ez így igaz. Hát én gratulálok az új Sóskúti egységhez, és mindkettőtöknek nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és elmondtátok azt, hogy bár meg kellett dolgozni érte, de nőként kivívtátok a megérdemelt elismerést két férfias világban is. Köszönöm szépen. Köszönjük. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozzatok fel és nyomjátok meg a csengőt, hogy azonnali értesítést kapjatok legújabb tartalmainkról.